Kedves nézők, mondhatjuk talán azt, hogy a nagy ünnepek éppen most nincsenek. Nincsenek aktuálisan itt. Húsvét már elmúlt, karácsony relatíve még messze van. Az egyszeri hívő azt gondolhatja, hogy mostanában messze van tőle a hit, a vallás. Úgy éreztem, hogy a budaörsi plébános urat ez ügyben megkérdezem, úgyhogy elhívtam a stúdiómba. Őt köszöntöm most itt. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Atyám, válaszoljon kérem arra a kérdésre, hogy érezhető, hogy a klasszikus nagy ünnepek hiány mostanában kevesebb ember fordul meg a templomban? Hát én erre a kérdésre kicsit meglepődve a kérdésre, hogy klasszikus nagy ünnepek. Az egyházi évnek a nagy ünnepei azok olyan természetesen épülnek bele az egyházi évbe, illetve azok körül alak ki az egyházi év. Az előbb eltetszett ejteni ezt a kifejezést, hogy a húsvét elmúlt. Hadd merjem azt mondani, a klasszikussá vált. Értelemben. Hívő keresztény meggyőződésünkkel, hogy minden vasárnap kis húsvét. Úgyhogy a húsvét nekünk állandó. Nem múlt el. Ha a hívő ember, akkor tudja ezt hova tegye, amit mondtam. Szóval azért az egész liturgikus esztendő, ami advent első vasárnapjától kezdődik, és Krisztus királlyal fejeződik be magyarul, igazából majdnem a szomszéd napok, amik megfogalmazzák az egyház évet, nagyon gazdag, nagyszerű, kiemelt ünnepekkel, karácsony, húsvét, pünkösd, és a közbeeső idők pedig nagyon szépen fel vannak dolgozva, és beépülnek a hívő embernek a világába. Azért az, hogy az Úristen így mondta, hogy az Úr napját szenteld meg, a vasárnapokat fogalmazzuk ezekkel a napokkal, azokat nagyon szépen, egész esztendőbe fölépítve kapja az egyszerű hívő ember is, aki nem érzi, hogy olyan mondjuk üres időjárás, vagy témátlan időket élnénk meg. Minden napnak megvan valami saját a súlya, és újra hangsúlyozom, minden vasárnap kis húsvét. Tessék. Azt akartam csak kérdezni, és ezt egyébként az emberek, akik a mai világban olyan nehezen találhatják meg a hitet, ezt mindig érzik, és mindig tudják, hogy minden vasárnap egy-egy ilyen ünnep, egy-egy ilyen kis húsvét? Hát megtalálni a hitet, ez a kifejezés is egy kicsit elnézés, hogyha visszatérek egy-egy kifejezésére, mert nagyon sokszor olyan használunk kifejezéseket, amiket nem tudunk igazából egész mélységében átfogni. A hitet nem megtaláljuk, hanem az Úristentől kapjuk. Mindaz, ami ebbe segíthet, erre mondjuk ebbe az irányba mozdíthat, azt az egyház valóban az egész évben, vasárnapokon különösen, sajátos ünnepein körbeveszi a eseményekkel a mondani valóját, nem az ő mondani valóját, hanem az Úristen üzenetét. És hogyha egy kicsit az érdeklődő ember az, akit maga megfogalmazott, akkor az azért talán, ha eljut odáig, hogy vissza tud kérdezni, az nagyon szép. Van most is, és nem csak a nagy ünnepekre jönnek az emberek, a hívő emberek. A szürke hétköznapoknak fogalmazott hétköznapokon is, de mondjuk a csöndesebb vasárnapokon is nyugodtan nagyon szépen, jó helyen kérdez. Csak azért merek ilyeneket kérdezni, mert tudom önről, hogy például a karácsonyi szentmiséken külön kiemeli, hogy azok, akik egyébként nem mindig járnak azért templomba, azok azért tudják, hogy hol a helyük, és azért érdemes, hogy ezt a dolgot a helyén kezelni. Talán igen. Ezért mertem ezeket kérdezni csak. A Budaörsön azért jó helyen kérdez meg, mert azért vasárnapokon is 2500-2800 ember jár templomba a szentmisékre. Nagyon igénybe is vesznek ezek az események, de hát azért vagyunk, hogy vegyenek igénybe. Budaörset említette, most készül el, éppen mostanában készül el az orgona. Hogy érezte ez a hívek?
segítségével, vagy azért városi segítséggel is sikerült? Ha itt szeretném újra, mert nagyon sokszor kihangsúlyozzuk azt, természetes a városnak, az önkormányzatnak egy nagyon tevékeny és nagyon a zsebben nyúlt támogatásával tudtuk megvalósítani, de hát mi nem vagyunk itt, nem vagyunk ám idegen test Budaörsön, nem vagyunk úgy megtűrt és elfogadott valami. A katolikus világ és a katolikus egyház Budaörsön, miként az más helyeken is, hát a közösségnek egy tevékeny és nagyon nagy aktív részes. Tehát úgy, hogy amikor ezeket a önkormányzati támogatásokat kérjük, kapjuk, nem úgy érezzük, hogy, és nem is biztos, hogy ők se úgy adják, hogy na hát megkönnyörülünk rajtatok, hanem azért az ő közösségüknek a nagyon tevékeny tagjai és nagy részének, a városnak nagy része ezek közé tartozik, akik tevékenyen besegítenek vagy oda tartoznak egyik közösséghez. Kitágíthatjuk a pupillánkat, nem csak katolikusok vannak, reformátusok, evangélikusok, baptisták is, de azok mind valahogy azért valami gyökérbe egyet érzünk, úgyhogy azokról is mondhatom, hogyha kapjuk mi a támogatást, ilyen vagy a segítséget ilyen szempontból, akkor túlságosan ellenérzéseik nem igen vannak. Próbálom mindig úgy értelmezni a vallást, hogy az egy kihívásoknak a állandó jellegű leküzdését jelenti. Mondjuk már, mint a mai világban, nagyon sok kihívás, nagyon sok a hittel való szembeni kihívás ér minket. Megpróbáltam ezt lefordítani az ön életére. Ön egy olyan korban élt, amit nevezhetünk szocializmusnak mondjuk. Ön, hát mondhatjuk, hogy talán sokkal több kihívás ért egy akkori papot. Mi a különbség a mai kor kihívásai és az akkori kor kihívásai között, mint egyházi vezető? Hát szóval az a bizonyos szocializmus, amelyeket nyugodtan fogalmazunk csak kommunizmusnak. Sötét. Világos. Sötét. Világos az én szememben, hogy mit mond, egyébként természetesen értem, hogy sötét. Sötétben nem jó járni. Igen. Megbotolhat az ember, vagy fejre állhat. Hát azért a kommunizmus ilyen világ volt, amelyikben rázós helyzetek voltak, de azért ne felejtsük el, az ember, hát én is most már 52 éve, 53. éve megtaposom az én papságomba, illetve az én egyházomba, és nagyon szívesen is örülök, hogy még öreg fejjel is, öregedő fejjel is, még tehetek valamit ebben az ügyben. Hát, de akkor mi fiatalok voltunk, és azért a fiatal az sokkal könnyedében veszi a nehézségeket is, és nem esik kétségbe olyan könnyen. Utólag, amikor hozzászólnak mostani fiatalok ahhoz az időkhez, azt mondom, hogy nem tudnak hozzászólni, mert nem is érzik, nem tudják, miről van szó. Sokszor mesének veszik azokat a rázós helyzeteket, amik emberpróbáló helyzetek voltak, csak én emlékszem magam is, benne volt az, hogy káplán fejjel vagy beosztott fejjel az ember tanított, hittant, meg fiatalokkal foglalkozott, és akkor tudtuk, hogy bent volt a pakliban, hogy ennek lehet nagyon sok hátulütője. Milyen rázós helyzetre kell gondolni, azt hadd kérdezzem meg. Hát, amikor elvitték az embert, például hazajöttem külföldről, az én testvéröcsém az disszidensként ment külföldre, és ott ment el kispapnak, és Rómába került. 10 évig ott volt, és tisztelettel tudok emlékezni rá. Sajnos már csak emlékezem, mert 3-4 éve halott, Bécsben halt meg, mint 25 évig egy helyen volt német, bécsi plébános, és Rómába végzett, és amikor pappá szentelték, utána, akkor nem tudtam kimenni, de utána Ausztriába tartott egy kvázi új misét, mintegy új misét, mert ott volt diákfejjel, és oda visszahívták, hogy mondjon új misét, és kimentem hozzá, és utána elmentünk illegális úton Rómáig. Hazajöttem, bevittek, meghívtak beszélgetni a belbiztonsági szervek, és rövidre fogom, spiont akartak belőlem csinálni. Nem voltak ezek könnyű dolgok, amikor többször is elvittek, és
És amikor ilyen vastagfalú ajtók mögött hallgattak ki, nem mondok mindent el, csak hogy mik azok a rázós dolgok, és akkor a végén leíratták velem, hogy amikben az egészben az volt a téma, hogy ha valami olyan helyzetet látok, ami társadalom ellenes vagy a pártunk és kormányunk ellen idézőjelben, és történik, akkor azt azért mondjam el nekik. Ez a beépítésnek a sora. És leíratták, hanem most mondták, hogy írjam alá. Mondom, nem írom alá. Mit nem ír alá? Húzza ki. Kihúztam az egészet. És este 8-tól tartott az éjfél után 2-ig, akkor történt ez a helyzet, és akkor történt, hogy megkérdezték, hogy miért nem írja alá. És 6 órás vallatás után nem magamtól, az Úristen, a Szentlélek adta a választ, hogy azért, mert ezt megtartani minden magyarnak kötelessége, de nem kell írásba adni. És percekre elhallgattak, mert nem tudtak mit válaszolni, azt gondoltam, nyakon vernek, vagy nem ütöttek meg, ávósok voltak, vagy ilyen. És azt mondták a végén, hogy nehogy azt gondolja, hogy győzött, és én tudtam, hogy győztem. Utána még számtalanszor elgáncsoltak, de nem tudtak, gerinctörésig nem jutottam. Mi az, hogy rázós helyzet? Nem adtam oda magamat a pénzért, meg a karrierért, meg semmiért, amit felajánlottak még mellette. Most csak röviden mondtam el a dolgokat. Voltak ám rázós helyzetek. Mostanában sokat beszélnek arról, hogy beépítettek papokat is, meg még más. Sajnos, én sajnálom azokat a kollégánkat, akikkel megtörtént ez a dolog, de megértem, mert tudom, nekem volt ilyen helyzetem, és én megértem, hogy örülök annak, az Úristen megsegített, hogy ki nem kimásztam a csapdából, de így van, hogy megmentett. De egészen máshogy tudok beszélni azokról, akikkel esetleg megtörténtek ilyen helyzetek. Csak egy a rázós helyzetek közül. És ezt követően aztán, hogy ez a konfliktus megtörtént, utána voltak, nyilván voltak ezek után még konfliktusok? Ami hosszú távon azt, hogy visszautasította ezt? A rázós helyzetek, amiket mondtam az előbb. Utána elhelyezett volna a győri püspök, akkor Győregyház megyében voltam, és Sopronba akart jutalmazni 6 éves munkámért. De rendőrség nem adott lakhatási engedélyt Sopronba. És a leépültebb plébániára kerülhettem, és nem keseredtem el. Említette az előbb, hogy az öccse is, illetve testvére, fiú testvére szintén papként működött egy, hát ugye nemrég ugye haláláig. Van ebben valami furcsaság esetleg, hogy testvérek, tehát ugye egy családon belül több pap is felnőtt végül? Nem unikum ez. Magyarországon többször több családról is tudok, egészen más vidék, Dunántúl, déli része, vagy a Vas megye, vagy mi én Kapuvári vagyok, Sopron megyei gyerek, Győr-Sopron megye, most máshogy hívják, és hát, ugye el lehet gondolkodni róla azért, hogy a jellemző az volt. Én kispap voltam már 55 őszétől, 56-ban a forradalom következtében ő is egy kicsit exponálta magát, érettségiző gyerek volt, és akkor kiment, mert szedték össze a fiatalokat. És jellemző az, hogy kívül németül ott érettségizett le, és utána ment el, jelentkezett papnak, kispapnak, teológiára. És aztán Innsbruckba fölvették, és utána rögtön még ősszel elkerült Rómába. Ott azt mondja, hogy nagyon kemény idők voltak, mert megtanul nyelvet, spanyol, olasz, latin, meg a többieket, hogy a teológián ezekkel adtak elő, és egy kicsit azt hiszem, a gyökereink magyarázzák meg azt, hogy mind a ketten papnak mentünk. Volt egy húgom még, amelyik az is Isten nyugtassa, meghalt már. Ő vitte tovább így a családot, 2 fia született. És
A szülők, az otthoni gyökerek, azok biztos, hogy messzire hatnak. Még akkor is, hogyha amikor meglátogatott engem kispapként Győrbe, akkor azt mondta, hogy abban a börtönben ő nem menne el. Na, ez volt a véleménye, egy évvel, két évvel később pedig nyugodtan elment nyugaton. Az akkori nyugaton, az meg nem egészen az, ami most van. És hát lett folytatása, nagyon szép, csodálatos. Sokat beszéltünk itt Rómáról, illetve említette, hogy az öccse oda ment Rómába. Így a Róma annak kapcsán kerül a híradásokban mostanában, hogy a katolikus egyház nagyon sok reformon megy keresztül. Érdekes szókapcsolat ez, hogy a katolikus egyház reformokon megy keresztül, de legalábbis megújul bizonyos értelemben, legalábbis itt Ferenc pápára lehet talán gondolni. Ön hogy látja ezeket a megújulásokat? Valóban változásokról van? Semmi új a nap alatt, fiam. Elnézést, hogy azt mondom, olyan fiatal. Ecclesia semper reformanda, ezt mondja a latin, az egyház örökké reformálandó, megújítandó. Az egyházban ez természetes. Én mióta pap vagyok, azóta tanulja voltam, meg hát szemlélője, meg eszmélkedője is a második vatikáni zsinatnak, amelyik 1961-től 65-ig volt, és hát a nagy fordulatot, módosulásokat hozott, de azóta is mindegyik szentatya, az mindegyik Péter, a Péter utódja, az örök Péter. Hát az természetes, hogy mindegyik érzi azokat a problémákat, amik éppen az akkori világban, melyikben ő a legfőbb pásztor. Hát természetes az, hogy ezt érzékelve próbál mozdítani, változtatni rajta. Mindenkinek az egyéni stílusa is benne van. Nekem nem annyira újak, mint az újságírók, ugye fölfújják, mert hát az újságíró, minden, ami nincs, abból is csinál esetet, meg helyzetet. Ön nem érzett ilyet, hogy esetleg komolyabb egyházi vezetőség felé mozdulna el? Nem érzett affinitást erre? Mire? Hogy? Arra, hogy akár a pápaság egy nagyon nagy szó, de akár a egyházi politikumon belül valamilyen hierarchikus helyet. Hát nem politikum, elég, hanem az egyház vezetésén belül, püspökség meg a egyházmegye kormányzása. Uh-huh. Ez nem ilyen kérdés az egyházban, hogy van-e ambíciója az embernek ilyesmire. Papá, a papságnál nincsen szinte jóformán nagyobb, mert a pápa se csinál más, mint a pap, illetve hát igazából a pápa is püspök. A püspök a papi hatalomnak a teljes birtokosa. Ez egy más hierarchia, és máshogy gondolkodik ezen belül az ember, mint hogy ambicionálja az, hogy valaki püspök akar lenni, hogyha alkalmas, hogyha úgy látja, vagy a vezetőség, a püspöke, a teológiai tanárok, vagy valakik, akiknek a szóval külön súlyosabban esik aladva, és valakit látnak, nagyon értékelnek, azt proponálják megfelelő helyen. De ha valaki maga tulakodik, azt úgy hívják, hogy karrierista. Nálunk duplán is visszajut az ilyesmi. Ugyanakkor nagyon sokszor észrevettem én személy szerint is, hogy egy-egy prédikációjában nagyon véleményvezérként jelenik meg, akár még akár közéleti témákban is kimondja rendesen, amit gondol. Mit gondol, meddig mehet el egy egyházi ember a közéleti témákat illetően? Hát én azt hiszem, amelyik úgy az élet, a hit meggyőződésünkhöz, meg a hitünkhöz is igazodó, vagy azzal találkozó dolgokkal van szó, akkor az természetes, hogy hozzászól az ember. Arra kell nagyon vigyázni, hogy ne felületesen, ne csak a szólamok kedvéért, mert akkor az nagyon, az olyan politikusi megnyilatkozások, amik direkt hatásokat akarnak kiváltani. Na én, meddig? Hát biztos, hogy a jó ízlés is, de a hitbeli meggyőződése is az embert eligazítjám, szól azért, hogy nem lehet csak úgy általában beszélni, vagy nagyokat mondani, hanem a hívő magatartásunk az, hogy igazságok körül forog, és igazságokat közöl azokkal szinkronban lévő dolgokkal, hát valahogy még a módját is megtalálja az ember, hogy ne tovább. Érte ezzel kapcsolatban kritika valaha, hogy túl sokat
mondott közéleti témákban? Már visszaszólások már voltak, persze. Uh-huh. Hát, de mostanában nem. Egy-két évvel ezelőtt volt, amikor, hogy valami nem tetszett az illető, föl is állt, és kiment a templomból. Milyen... Ott templomon belül volt ez az esemény? Is. Én nem esetszerűség alá gondoltam, hogy esetleg nem ott jött vissza a reflexió, hanem utána uh-huh. hallottam csak. De volt olyan, aki a templomba fölállt, amikor megfelelő, neki nem megfelelő, uh-huh. az is kiment. És hogy éli meg ezeket ilyenkor? Ez hatáselérés, siker, vagy inkább akkor talán nem, végig gondolja, hogy inkább megdöbbenti az embert, inkább... hogy másokat az ember nem akar eleve, nem akar megsérteni, az nem lehet stílusunk, magatartásunk, ez nem szabad, hogy odáig eljussunk. Hát nem embereket akar megsérteni, az embernek visszajut az ilyen kellemetlenül inkább. Nagyon sokszor van az ugye, hogy az egyházat azonosítjuk a éppen aktuális pappal, hogyha az ember, mármint egy hívő esetében, nagyon sok ember azért nem jár talán templomba annyit, mert nem talál olyan volumenű egyházi vezetőt, amilyet szeretne. Vagy talán így mondanám, neki nem szimpatikus. Hát talán az is lehet, de azért nagyon sok esetben van az, hogy nem olyan karakteres egy-egy pap. Személy szerint én is találkoztam ilyennel, hogy egy-egy pap olyan, hogy hát elmondja a szentbeszédet, és aztán mondja, hogy Isten fizesse meg, hiszek egy. És akkor ilyenkor úgy van az ember vele, hogy azért talán valami pluszt vár ebben a nehéz világban a papoktól, illetve a misére járástól akár. Hát, szóval azért, ha nagyon elszakadunk attól, ami a mi tanításunknak a lényeg az evangélium, akkor nagyon lápos talajra érkezünk el, mert hogyha itt a mindennapoknak a mindennapi, nagyon hétköznapi dolgaihoz is mérvadóan akarunk hozzászólni, akkor csak az evangéliumra támaszkodva szólhatunk hozzá. Szóval úgy, hogy azért nekünk megvan az eligazító mércénk, hogy mihez igazítva beszéljünk, nem csak a saját fejünk, vagy itt, mit tudom, a hangulat mit kíván, és akkor, hát akkor igen, megcsörrelsük a kardot, vagy a... Világos, csak azért mondom ezeket, mert a mai világban viszont pontosan a hangulat vezeti a hívőket, az embereket. És az lehet az érdekes, hogy vajon hogyan lehet szimbiózisba hozni a kettőt. Az embereket az vezeti, a hívőket nem mindig a hangulat vezeti, de más kérdés az, hogy ők se... Hogyan csinálunk emberekből hívőt? Talán ez a legnehezebb. Nem mit csináljuk. Ez nem az egyház feladata? De, nem. De, hogy aztán lesz-e belőle hívő, annak egyénileg kell azt a lépést megtenni. Aztán nem lehet lasszóval fogni a hívőket, az sokkal mélyebb meggyőződésből fakad. Azt szoktuk mondani, egyház tanítása, hogy a hit az Isten adománya. Mi előkészíthetjük, de az Úristen fogja adni az illetőnek. Remélem, hogy nagyon sok emberrel ez meg fog történni, és köszönöm szépen, hogy eljött. És kicsit megkaptam én is a fejmosást, talán a nézők is egy kicsit, és örülök, hogy megismerhettük egy kicsit jobban a történeteink keresztül is. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Nézőknek is köszönöm a figyelmet. A műsor helyszínét a budaörsi Aromi étterem biztosította.